Köszöntöm nézőinket, ez a Gyula TV híradója. Lássuk röviden mai híreinket. Korszerűsítés Májvádon. Több mint 7 milliárd forint értékű beruházást adtak át Antnál. Világnapot ünnepeltek. A cukorbeteg gyerekeken segít a gyulai civil szervezet. Terrorista fogás Lőkösházán. Két brit állampolgár vált gyanússá a magyar hatóságoknak. A szociális munkát ünnepelték. A Napfény nappali központ lett idén az év intézménye. Kiestek a Magyar Kupából. Jobbnak bizonyult a Debrecen a Szeged Grosicsnál. Jó céllal futballoztak. Kispályás labdarúgó tornát szervezett a gyulai BV intézet. Összesen több, mint 12 milliárd forint értékű árvízvédelmi beruházás fejeződött be szerda délelőtt. A májvádi tározóba szükség esetén már nem robbantásos módszerrel jutatják be a vizet, hanem 16 tonnás kapuk felemelésével. Ez a napi íre. Lezárult a májvádi árvízi szükségtározó korszerűsítése, a fekete-körös parti beruházásra 7,3 milliárd forintot fordítottak. A szerdai ünnepélyes átadón Hoffmann Imre, a belügyminisztérium közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkára elmondta, a 75 millió köbméter kapacitású tároló a Körösök vízgyűjtő területén túl része a Tiszavölgy árvízvédelmi rendszerének is, ugyanakkor a határon átnyúló hatása révén a magyar-román határvízi együttműködést is szolgálja. Somjódi Balázs, az Országos Vízügyi Főigazgatóság vezetője kifejtette, a 2007-2013-as uniós költségvetési ciklusban csaknem 360 milliárd forintot fordítottak vízgazdálkodási beruházásokra, amely révén csökkent Magyarország árvízi és belvízi kitettsége, és javult a vízrendszerek, valamint a felszíni és a felszín alatti vizek minősége. Számos gyermeknek és fiatal felnőttnek nyújtott segítséget a gyulai Diaboló Alapítvány az elmúlt években, hangzott el a három témában. A szervezet a Diabetes Világnaphoz közel egy jótékonysági rendezvényen mutatta be a Kéretlen Ajándék című filmet, amely a cukorbeteg gyermekek családjainak mindennapjaiba enged bepillantást. Közel másfél évtizede alakult meg a Diaboló Alapítvány, hogy cukorbeteg gyermekekért azzal a céllal, hogy a lehetőségeihez mérten segítséget nyújtson az ebben a betegségben szenvedő fiataloknak. A Diabetes Világnaphoz kapcsolódva az alapítvány egy jótékonysági rendezvényt szervezett a napokban hagyományteremtő szándékkal. A szervezet nem csak a gyerekeknek, hanem azoknak a fiatal felnőtteknek is megpróbál segíteni, akik életkoruk miatt már nem részesülnek támogatásban. 18 éves kor meghatározza mondjuk a pumpa kezelés anyagi hátterét. Miatt is, ott nagyságrendekkel fog nőni a pumpa terápiának a kezelési költsége, hogyha valaki már 18 évet betöltötte, tehát ami azt jelenti, hogy jelen pillanatban egy 4 éves pumpa kihordási idő, míg a gyerekek esetében ez 10 000 forint alatti, addig egy fiatal felnőtt esetében ez már egy 180 000 forintos nagyságrendet fog ölteni. Az alapítvány munkatársai nem csak helyi vagy megyei, hanem országos szinten is segítenek a hozzájuk fordulóknak erejükhöz mérten. A hátrányos helyzetű betegek esetén nem csak anyagi, hanem természetbeni juttatással is próbálnak enyhíteni a nehézségeken. Az általános, hogy amivel megkeresnek bennünket, a terápiát ugye az inzulin pumpával végzett terápiának az eszköz beszerzése, eszközellátása komoly anyagi terhet jelent a családoknak. Na most ez az, amivel leginkább megkeresnek bennünket országosan, és ebben tudjuk a legnagyobb vagy leghatékonyabb segítséget nyújtani. Természetesen a hátrányos helyzetűek is, mert sajnos mindig vannak, és mindig is lesznek, ezt jól tudjuk. Ők is megkeresnek bennünket, és ott akár tárgyasult formában is, sokszor gyűjtés formájában igyekszünk segíteni. A Diabetes Világnapi rendezvényen bemutatták a Kéretlen Ajándék című filmet, mely a cukorbeteg gyermekek és családjaik életébe enged bepillantást. Terrorcselekményben érintett férfiakat fogtak el Lőkösházánál. A lőkösházi vasúti határátkelőhelyen a Bukarestbe tartó Isznert nemzetközi gyorsvonat utasai közül november 14-én két együttutazó férfi nem tudta igazolni magyarországi tartózkodásának jogszerűségét és állampolgárságát. Egyiküknél volt ugyan egy angol vezetői engedély, a másiknál azonban még az sem. Mindössze egy koránt adott át a rendőröknek, akik előállították őket. A határrendészeti kirendelés
rendeltségen kiderült, az angol jogosítvány valódi, tényleg a 44 éves Casey Mon Jonathan brit állampolgári. Utitását bemondott személyi adatai alapján a brit konzuli ügyelet nem tudta angol állampolgárként azonosítani. Mindketten kiutasítást előkészítő őrizetbe kerültek. Az idegenrendészeti eljárás során az addig azonosítatlan férfi közölte valódi nevét, B. Trevor, szintén brit állampolgár és 40 éves. Ügyükben november 17-én 16 óra körül történt változás. A schengeni körözési rendszerben megjelent mindkettőjük európai elfogató parancsa. A két férfi nem jelezte az angol hatóságnak, hogy elhagyják Angliát, pedig erre bírósági ítélet kötelezte őket. Korábban ugyanis terrorcselekmény finanszírozása miatt egy alkalommal másfél évet, egy másik alkalommal 3,5 évet töltöttek börtönben. 2009-ben szabadultak, és az ítélet szerint a szabadulásukat követő 10 évig csak az angol hatóságok engedélyével hagyhatták volna el Angliát. A Blick információi szerint Nagy-Britannia egyik közellenségét, a hírhet iszlám hitszónokot, Trevor Brooks-t és társát szedték le a vonatról a rendőrök. A szociális munkanapját ünnepelték Gyulán. Az idei évben a legjobban teljesítő intézmény a Napfény-Nappali Központ lett. Kötetlen beszélgetéssel és főzéssel ünnepelték a szociális munkanapját a gyulai tagintézmények dolgozói. A rendezvényen idén is megválasztották az év dolgozóját. Az idei évben Hans Gyula érdemelte ki az elismerést. A kitüntetett 9 éve dolgozik ezen a területen, jelenleg karbantartó és gépkocsi vezető. Mint mondta, munkájában nem ismer lehetetlent. Egy jó szociális érzék, hogy valami kell hozzá, én szerintem ahhoz, hogy mindenkihez jó legyen az ember, mindenkivel kapcsolatot tudjon teremteni. Tehát én szerintem ez a legelső dolog, hogy kapcsolatteremtés. Az év legjobban teljesítő tagintézményének a Napfény-Nappali Központot választották. A tagintézmény vezetője kiemelte, hogy ezt a szakmát csak empátiával és emberszeretettel lehet végezni. Igyekszünk kihasználni a lehetőségeket és az időseknek színes programokat kínálni a mindennapokba. Megünnepeljük az egymás születésnapját, névnapját, illetve segítünk az ügyintézésbe az időseknek, a hozzánk fordulóknak, és a mindennapokat színesebbé próbáljuk tenni. A gyulai tagintézmények dolgozói 140-en ünnepeltek együtt. Az intézmény ugyebár társulási formában a gyulai kistérségen belül tevékenykedik, de most jelenleg ugyebár itt csak kizárólag a gyulai tagintézmények vesznek részt. A tagintézményeknek ugyebár gyulai tekintetben mintegy 215 munkavállalója van, jelenleg a rendezvényünket 140 fő tisztelte meg, ami azt jelenti, hogy bár pénteken, ugyebár a hétvégén, tehát munka után, ez, én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon szép eredménynek számít, mindamellett pedig ugyebár ezek a kollégák mindannyian hoztak valamit, hogy a rendezvényhez hozzájáruljanak, ahhoz, hogy sikeres legyen. A rendezvény zenés táncos esttel ért véget. A legjobb 16 között esett ki a Magyar Kupából a Szeged 2011 Grosics Akadémia. A hazai mérkőzései Gyulán játszó együttes a Debrecen elleni párharc első felvonásán 0-0-ra végzett, a szerda délutáni visszavágón viszont 3-0-es vereséget szenvedett. A hajdúságiak több helyzetet alakítottak ki, és mezőnyben is domináltak. A második félidőben azonban Klaus László együttese több gólt is lőhetett volna. Jótékonysági labdarúgó tornát szervezett a Gyulai Büntetés Végrehajtási Intézet. A rendezvény célja az egészséges életmódra nevelés, a szabadidő népszerűsítése volt. A Gyulai Közüzemi Kft. Csapata játszott szombat délelőtt a Békés megyei rendőrfőkapitánysággal. A második alkalommal megrendezett jótékonysági labdarúgó tornán egy vándorkupáért küzdöttek meg a csapatok körmérkőzéses rendszerben. A Békés megyei Büntetésvégrehajtási Intézet a tavaly évben hozott életre egy vándorkupát, ami jótékonysági célzattal indult el akkor. Jelen pillanatban most a jótékonyságnak a célja az az egészséges életre nevelés, illetve a 2015-ös évben az intézetünk és az itt résztvevő csapatok között kialakult partneri kapcsolatnak az ápolása, illetve a további gördítése. A tornán 5 csapat vett részt, a Gyulai Közüzemi Kft., a Városi Önkormányzat, a Békés megyei Rendőrfőkapitányság, a Büntetés Végrehajtási Intézet és a megyei kormányhivatal. A játékosokat nem az eredmény, hanem a mozgás szeretete vezérelte. Nagyon örülünk annak, hogy ezen a tornán részt vettünk második alkalommal.
szervezi meg a Békés megyei büntetés végrehajtás parancsnoksága ezt a tornát. A kormányhivatal másodjára tud ezzel részt venni, és minden ilyen eseményt, lehetőséget szeretünk kihasználni. A kormányhivatalban is nagyon sok olyan kollega van, akik szeretnek sportolni, szeretnek mozogni, szeretnek focizni, és nem utolsó sorban pedig szeretünk kapcsolatot építeni. A nap végén a kupát a gyulai közüzemi Kft. Vihette haza a második helyen, a kormányhivatal, a harmadikon pedig az önkormányzat végzett. November végéig teljesen megújul a Dobay utca burkolata. Lássuk a rövid híreket! Gőzerővel folyik a munka, a felújítás miatt le is zárták a Dobay utcát. Az autósoknak egyenlőre kerülniük kell. Ígéretet tettünk, hogy ezt a problémát kezeljük. A környéken élők és az itt közlekedők régóta várták, hogy a város egyik fontos, de kifejezetten rossz állapotban lévő útja olyan burkolatot kapjon, mely nem teszi kellemetlen élménnyé az itt való áthaladást. A helyreállítás során az utca teljes, 376 méteres hosszában újra aszfaltozzák az 5 méter szélességű utat. Emellett átépítenek 4 csapadékvíz átvezetést, szintre hozzák, pótolják a sűjesztett szegélyezést. Rengeteg olyan közmű csere felújítás történt a városban, ami útburkolat bontással is járt. A felújításra némileg meglepő módon az ivóvíz minőségjavító program adott lehetőséget. A kivitelezési munkák során ezen az útvonalon történt az anyagbeszállítás. Az addig sem tökéletes útburkolat állapota tovább romlott. Az utca felújítása várhatóan november 30-ig befejeződik. A Békés megyei önkormányzat közgyűlése Sarkadon tartotta idei utolsó soros ülését. A megyegyűlés első perceiben Békés megye oktatási helyzetéről hallgatott meg tájékoztatót a testület. A közgyűlés a megye ár- és belvíz helyzetéről szóló tájékoztatóval folytatódott. A megye népegészségügyi helyzetéről is hangzott el tájékoztató. Az ülésen döntöttek a képviselők arról is, ki kapja a polgárokért elismerést idén. A kitüntetést november 20-án adják át a Békés megye újraszervezésének 300. évfordulója tiszteletére rendezett ünnepi megemlékezésen. A klub tagja Lelősi Gábor elmondta, úgy érezték emberi kötelességük részvétüket kifejezni a tragédia kapcsán. Arra szerették volna felhívni a figyelmet, hogy ami Párizsban bekövetkezett, sajnos bármikor, bárhol megtörténhet, úgy tűnik a világon mindenütt felütheti fejét az őrület, a terrorizmus. Megítélésük szerint most nagy szükség lenne az emberi szóra, nagyobb szeretetre, összefogásra. Ez talán segíthet abban, hogy ne az erőszak uralja a világot, hanem a megértés és a béke. Közel 2 éve alakult meg a Gyula és Arad kapcsolataiért egyesület, melynek kiemelt feladata két település kulturális kapcsolatának elmélyítése. A Kohán képtárban rendezett fotókiállítás is ennek jegyében jött létre, egyfajta keresztmetszetet adva az aradi fotóklub tagjainak munkáiból, ami egy viszonzása is a korábbi ottani tárlatnak. A kiállítás megnyitó Bánfi Barna hangsúlyozta, a tárlatot végignézve egy nagyon kifinomult alkotói látásmód figyelmető meg a képeken. Bár ezekkel a témákkal már találkozhat máshol is, az itteni fotókon egyedi perspektívában jelennek meg. A rendezvény sorozat folytatásaként december 3-án az újonnan megnyíló művelődési házban gyulai és aradi amatőr festők alkotásaiból nyílik majd közös kiállítás. Piacra elsősorban friss élelmiszerekért járnak a vásárlók. Az ebédhez szükséges alapanyagok itt egy helyen beszerezhetők. A vegyszermentes zöldségek, házi tojások és tanyasi friss húsok lelőhelyeként él a köztudatban a piac. Önnek milyen tapasztalatai vannak az ott kapható árukkal kapcsolatban? Nem vásárolom, évek óta nem járok piacra. Mi ennek az oka? Hát állítólag meggyőződtem, hogy sokkal drágább a piaci áru értéke, mint amit máshol kapható, például ABC-be. Ritkán vásárolok piacon, de amúgy jók. Amikor ott vásárolok, akkor jó, igen, meg vagyok elégedve, igen. Miket szokott vásárolni? Hát répa, zöldség, karalábé, zeller, ilyesmiket. Szerintem nincs erre semmi gond, én meg vagyok elégedve vele. Gyakran szoktál a piacon vásárolni, milyen termékeket? Attól függ, hogy mit kell főzzek, de azért elég gyakran. És akkor frissnek gondolod, az ott kapható? Legtöbbször igen. Hát, ha nem, akkor természetesen nem veszem meg.
Bejutott a labdarúgó Magyar Kupa legjobb 8 csapata közé a Békés Csaba. Lapszemle következik. A 8 között a Békés Csaba. A Békés Csaba 1912 előre bejutott a negyeddöntőbe a labdarúgó Magyar Kupában. Írta a Behír. A lilafehérek a gól nélküli első mérkőzést követően a keddi visszavágón idegenben győzték le 1-0-ra az MTK-t. Ügyeljünk a vércukorszintünkre. Hazánkban mintegy 500 000 embernél diagnosztizáltak cukorbetegséget, írta az Orosz Café. Az országban 100 000-es nagyságrendű azok száma, akikben már lappang a kór. Budai Lucát köszöntötték. November 16-án délután csöngetett a polgármester a budai családnál azért, hogy a város egyik újonnan érkezett csecsemőjét felköszöntse, írta a Gyulai Hírlap. Ezen a napon Luca és szülei is megkapták a gyulai újszülötteknek járó Póka György festményt, az egyedileg hímzett babaruhát és a virágcsokrot. Növekedett az egyházi jelenlét a köznevelésben. Minden harmadik gyermeket elérnek az egyházak ma Magyarországon a köznevelési rendszeren keresztül, idézte Balogh Zoltán minisztert a Magyar Kurír. Magyarországon a köznevelés rendszerében állami fenntartású iskolában 206 000 gyerek tanul hit és erkölcstant. Csütörtökön és pénteken meleg, csapadékmentes idő várható. A hétvége már esősnek ígérkezik, hétfőtől újra megjelenik a talajmenti fagy. Csütörtökön napközben nem esik számottevő mennyiségű eső. Változóan napos, felhős idő lesz. Este viszont vastagodó felhőzet borítja be a megyét. Egész nap gyenge, délnyugati szél fúj. A hőmérséklet az éjszakai 8 foktól 15 fokig emelkedik. A folytatásban pénteken magas hőmérséklet mellett csapadékszegény idő várható. A hőmérséklet 9 és 14 fok között valószínű. Lássuk még egyszer mai híreinket. Korszerűsítés Májvádon. Több mint 7 milliárd forint értékű beruházást adtak át Antnál. Világnapot ünnepeltek. A cukorbeteg gyerekeken segít a gyulai civil szervezet. Terrorista fogás Lőkösházán. Két brit állampolgár vált gyanússá a magyar hatóságoknak. A szociális munkát ünnepelték. A Napfény-Nappali Központ lett idén az év intézménye. Kiestek a Magyar Kupából. Jobbnak bizonyult a Debrecen a Szeged-Grosicsnál. Jó céllal futballoztak. Kispályás labdarúgó tornát szervezett a gyulai BV intézet. A Gyula TV híradóját látták, most a három téma következik. További jó televíziózást kívánunk, köszönjük figyelmüket!